Reggelt kívánok, és vidámat. Mennyire szeretném, hogy vidám napunk legyen, hiszen szomorúság az van elég. Éppen ezért a Bibliából egy nagyon kis rövid részt választottam, Bölcs Salamon könyvéből, a Prédikátor könyvéből. A harmadik fejezetben, a negyedik versben ott azt mondja, ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Nem fogok a sírásról beszélni. Elég, hogyha bekapcsoljátok a tévét. Vagy, hogyha mindenki elgondolja a saját gondjait. De én olyan sokszor elmélkedtem azon, hogy bizony Istennek van humorérzéke. Hát hogy ne lenne, hogyha mi az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és mi tudunk nevetni, tudjuk értékelni a humort. Hát neki hogy ne lenne? Lehet, hogy nevetséges, de ha valaki tőlem megkérdezné, hogy mit ajánlanék a tökéletes teremtés példaképének, én azt mondanám, hogy tessék megnézni egy kis cica buksiját, azokat a gyönyörű szemeket, azokat a pajkos mozdulatokat. Hogy ne lenne Istennek humorérzéke? De viszont van humorérzék akkor is, amikor néha megválaszol azoknak, akik ellene fordulnak. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy régebbi emlékemet. 1988-ban volt Romániában, Brassóban, akkor még az utolsó előtti kommunista év volt, a nyári vakációban, hirtelen behívtak az iskolába, berendeltek, mondván egy nagy ünnepi műsort kell rendezni a pártnak, és természetesen személyesen Nikolaj Ceausescu elvtársnak. Összehívták a gyerekeket az egész városból, elszállásolták őket egy diákotthonba, azért hívtak be minket, tanárokat, hogy ott felügyeljük őket. Napközben gyakoroltak a város nagy stadionjában, és a hétvégén aztán meg kellett tartani ezt a műsort. Szegény gyerekek a tűző napon egész nap gyakoroltak, és eljött a nagy eladás napja. Kirendelték, erővel kihozták a gyárakból, az üzemekből az embereket, több mint 10 000 férőhelyes az a stadion, rendőrök és katonák álltak kordont, hogy nehogy valaki elmenjen. Itt zárójelben azért megemlítem, hogy még az eladás vége előtt úgy 20 perccel voltak néhányan, akik felkeltek, felálltak, el akartak menni, néhányat visszatuszkoltak, de aztán amikor egy-kettő mégis erővel elment, hát akkor szépen a stadion úgy kiürült, hogy az utolsó 20 percre csak a dísztribünön, ahol nagyfőnökök maradtak tapsolni. Az eladás közben a dísztribün tetején egy tornatanárnő úgy mutatta a gyakorlatokat, hogy a gyerekek, akik szembeálltak vele, lássák, nehogy tévedjenek. Engem annyira undorított az a szörnyűség, hogy hát egy ember, egy földi ember dicsőítenek így, miközben a hivatalos propaganda Istent letagadja. De jött akkor nekem egy érzésem, egy ellenállhatatlan érzésem, hogy itt, ebben a stadionban, rövid idő múlva Isten igéjét fogják hirdetni. És nem telt el 2,5 év, és ott abban a stadionban nagy evangelizációs összejövetelt, sőt, többet is tartottak. Igen, Isten meg tudja viccelni azokat, akik vele szembeszállnak. Egész biztos ismeritek Voltaire-t, a nagy francia istengúnyoló és bibliagúnyoló filozófust. Itt zárójelben megint megemlíteném, hogy azért, hogyha Voltaire ismert volna legalább egy őszinte, tisztességes keresztényt, nem jutott volna oda.
De ez a Voltaire Svájcban tartózkodott, Genfben, és állítólag 1766-ban azt mondta, hogy 100 évvel születésem után az egész világon egyetlen Biblia lesz, az is valahol egy antikvárius polcain fog porosodni. És nem telt el 100 év, és abban a házban, ahol Genfben lakott Voltaire, az egyik Biblia társaságnak, egy Biblia társulatnak volt a lerakati. Így tud Isten megválaszolni azoknak, akik belőle próbálnak gúnytűzni. És még egy nagyon érdekes dolog. Megkérdezném, tudjátok, hogy ma melyik országban nyomtatják a legtöbb Bibliát? Ha nem tudjátok, megmondom én. Kínában. A hivatalosan kommunista Kínában. Már több mint 200 millió példányt adtak ki. Mintegy 140 nyelven, mintegy 180 országba exportálják. Hogy a kínaiak nem lettek hirtelen keresztény szeretők? A rezsim ma is küzd a kereszténység ellen, az igaz? Hogy pénzért nyomtatják a Bibliákat? Hát kérem szépen, én örvendek. Akár pénzért, akár miért, de Isten igéje terjed. És végül elmondok még egy nagyon személyes érzést. Tudjátok, én azért imádkoztam, hogy érjen meg azt a napot, amikor a borzalmas észak-koreai rezsimben, amely sokkal keményebb, mint a valamikori román vagy kínai rezsim, hivatalosan is meg fog alakulni egy evangéliumot hirdető gyülekezet. Meglátjátok, meg fog történni. Szép, vidám napot kívánok továbbra is. Viszontlátásra!